A közelmúltban megújult Brenner János Hittudományi Főiskolán nem csak három egyházmegye kispapjai, valamint szerzetes növendékek tanulnak. Főként levelezős rendszerben világiakat is oktatnak itt. Hittudományi Főiskola kápolnájában vagyunk, és stílszerű, hogy evangéliumi részlettel indítsuk a gondolatot. Jézus kijelölt másik 72 tanítványt, és elküldte maga előtt azokba a helyiségekbe és falukba, ahova menni szándékozott. Az aratnivaló sok, a munkás kevés, mondta nekik. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat szőlőjébe. Ezzel a gondolattal invitálom önöket is ide a Hittudományi Főiskola képzési szakjaira, hogy elmélyedve hitükben Jézusnak ezt a megszólítását komolyan vegyék, szívükbe visszhangra találjon, és segítsék azokat a lelkipásztorokat saját tehetségükkel, szolgálatukkal, akik az Úr szőlőjében dolgoznak. Kantori, hitoktatói, lelkipásztori, kisegítői szolgálatra invitáljuk önöket. Ha éreznek a lelkükben erre indítatást, akkor szeretettel várjuk önöket. Három képzést indít világiaknak a Brenner János Hittudományi Főiskola. Katekéta lelkipásztori munkatárs, hittanárnevelő tanár, valamint római katolikus kántor. Elsősorban az egyházi zene iránt érdeklődők és hangszeren játszani tudók jelentkezését várjuk erre a szakra, akik a végzettség megszerzése után valamelyik plébánia szolgálatában kántori feladatokat tudnak majd ellátni. Másik képzési területünk a katekéta lelkipásztori munkatárs szak, amely a nevében is nagyon jól kifejezi, hogy a plébániai munkát segítők képzése zajlik ezen a szakon. 3 éves mind a két képzési szak, tehát alapszaknak számít. Amennyiben a szak elvégzése után a hallgatók úgy gondolják, még folytathatják itt intézményen belül egy harmadik képzési fajtával. Ez a hittanár, nevelőtanár szakunk, amely 10 féléves osztatlan képzésben zajlik, tehát 5 éves tanulmányt jelent. Természetesen a teológiai tárgyakon kívül pedagógiai és pszichológiai tárgyak oktatására is sor kerül. Mindazok számára, akik már valamilyen tanári diplomával rendelkeznek, van egy rövidítési lehetőség. Levelező tagozaton fél évenként 8 konzultációt tartanak, általában 2 hetenként, szombati napokon. A szakok államilag finanszírozott és önköltséges formában végezhetők. Most pedig nézzük, hogyan vélekednek szakjaikról a hallgatók. Azért jelentkeztem a főiskola kántorképző szakára, mert úgy gondoltam, hogy egy olyan megfelelő személyemre szabott és felemelő szolgálatot tudok itt elsajátítani, illetve majd később végezni, amellyel az Isten, a Jóisten dicsőségét szolgálhatom a zene közegén keresztül. Olyan, mint egy hosszú lelki gyakorlat, aminek van szépsége és nehézsége is, a nehézség a vizsgaidőszak, mert azért tanulni kell, de nagyon sok szépséget rejtenek magukba ezek az évek, és vannak mögöttünk, úgy gondolom. Ugyanis azt érzem, hogy a tanulmányaim során ezek az apró puzzle darabok kezdenek összeállni, és egy képpé formálódni, és ez a kép majd úgy gondolom oda át fog teljessé válni. Nagyon sokrétű a tananyag, amit itt kapunk, tényleg ez az alapvető teológiai képzés, az nem csak a műveltségünket és a világnézetünket alapozza meg, hanem ezzel a pedagógiai képzéssel annyira gyakorlati, hogy ez nagyon sokrétű. Az egyházi zenének nem csak a gyakorlati, illetve technikai oldalát sajátíthatjuk itt el, hanem mindennek a szellemi és spirituális vonatkozásait is. A különböző tantárgyak szerintem egy-egy utak a középpont felé, és a középpontban pedig az Úr Jézus áll. Nem csak a tudásukkal tűnnek ki, hogy érzem itt a tanárok, hanem az emberségükkel is, és annyira nagy szeretettel fogadnak minket, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon nagy vonzó erő. Ösztönözve érzem magam, hogy mivel itt nagyon sok teológiai ismeretben is részesülünk, és
egyház történeti vonatkozásokkal is táplálkozhatunk, úgymond. Ezt majd hasznosítani tudom az én tanári pályámon is, tehát a mindennapos oktatási, nevelési tevékenységemben tudom ezt kamatoztatni. Már annál is inkább, mert történelem szakos tanár is vagyok, tehát ezt a keresztény szellemiséget, illetve erkölcsiséget be tudom akár ide is építeni. Itt az órák során és az évek során az igazság felé tarthatunk, a nagybetűs igazság felé, és hogy érintkezhetünk az igazsággal, megérthetjük jobban, elmélyülhetünk jobban az igazságban, és tulajdonképpen ez az igazság az evangéliumi örömhír, és majd katekétaként én is ezt az örömhírt és az igazságot szeretném másoknak átadni. Két képzési helyszín közül lehet választani. Győr vonattal akár a fővárosból is könnyedén megközelíthető. A Nyugat-Dunántúli régióban élőknek a szombathelyi képzést javasolják. A főiskola hitéleti szakokon képez diplomásokat, ezért a jelentkezők felvételéről saját felvételi eljárás keretében dönt. Írásbeli felvételi vizsga helyett ebben az évben egy esszé írását fogjuk kérni a hallgatóktól, és természetesen sor fog kerülni egy szóbeli beszélgetésre is, amikor elsősorban a jelentkező motiváltságát szeretnénk megismerni. Részletes információk a főiskola honlapján találhatók. A jelentkezés határideje május 31-e.